világ legvadabb vizeitől. Ez a folyó a mélyebb részei még az északi tengert is lekörözi. A leghatalmasabb hegyekig. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy építsek ide vasutat, akkor hülyének nézném. A vasút minden tájat meghódít. 6 különböző műtárgy védi a vasutat a földcsúszamlásoktól. Nagyon tetszik, teljesen lenyűgöz. A merész mérnökök számára semmi sem lehetetlen. Ez aztán mókás. Imádom ezt a szerkezetet. Bámulatos. A mai részben új magasságokat érünk el, olyanokat, amiket a hegyi vasutaknak kell leküzdeniük. 5,5 méterenként emelkedik a pálya 1 teljes métert. És olyan zseniális megoldások. Ezzel az ekével rengeteg havat tudunk eltakarítani pillanatok alatt. 3, 2, 1, robbantás! Melyekkel a lehetetlen is lehetséges. Valaki megállt itt, és azt mondta, építsünk ide egy vasutat. Hihetetlen. Vasút csodák. Az első sínek lefektetése óta a mérnökök egyre jobb megoldásokat keresnek, hogy könnyebben meghódíthassák a környezetüket. Nem számít, milyen akadállyal szembesülnek. A mérnökök készek előrukkolni valami újjal. De egy felszíni forma mindig képes gondot okozni. A hegyek. A legmagasabb csúcsok meghódításához példanélküli vasútvonalakra van szükség. A magasságon kívül azonban más problémák is adódhatnak. Mögöttem fekszik Lithgow Valley, előttem pedig Sydneyt látjuk. Ezek a hegyek természetes határként szolgálnak, elválasztják a várost a vidéktől. Elég problémásak a hely földrajzi adottságai. A hegyomlások okozzák a legnagyobb gondot. Nagyon mély völgyek és meredek sziklafalak vannak erre, amik nagyon megnehezítik az építkezést. A hegyeken való átkelés nagy nehézségeket okoz a vonatoknak. A történelem során a mozdonyok sokat fejlődtek. Először gőz hajtotta őket. Manapság már jó részt áram. A legerősebbeket azonban dízel. Mindegyik másban volt kiemelkedő, de mégis van bennük egy közös. Mindnek problémát okoznak az emelkedők. A hegyek leküzdéséhez különleges sínekre van szükség. Anglia nyugati partján fekszik a híres Snowdonia Nemzeti Park, a hegymászók mekkája. Itt találjuk a csúcsot, amely évszázadok óta célja a túrázóknak. A Snowdon hegy. 1000 méteres magasságával a gyönyörű kilátást innen csak a bátrak csodálhatták meg. A 19. században azonban egy ember úgy döntött, hogy nem akarja megmászni a hegyet a kilátásért. Vonattal szerette volna meghódítani Wales legmagasabb hegycsúcsát. A Snowdon hegyi vasút már 120 éve karcolja a felhőket. Mérnök egy Snowdon egynek. Erősítsék meg, kérem, hogy az ötös indul először. Ezen a reggelen a csapat a vonatot a következő útjára készíti fel. Ez egy egész éjszakás eljárást jelent. Nagyon mozgalmasak az ilyen reggelek. A gőzmozdonyok egész éjjel mentek, a mozdonyfűtő felügyelete alatt. A mozdonyok némelyike 120 éves.
Nem sokára újra megküzdhetnek a látszólag lehetetlen 8 kilométeres útjukkal a hegycsúcs felé. Elég nehéz terep. Ez a legmeredekebb útvonal a hegyen. Egy az 5,5-hez, ami annyit tesz, hogy 5,5 méterenként emelkedünk 1 métert. Ez elég meredek. Ez az elképesztő útvonal egy ember agy szüleménye. Sir Richard Moon vasút tulajdonos szerette volna könnyen elérhetővé tenni a hegyet. Ma Elizabeth Partridge fűtő, Robert Henry Jones mozdonyvezető és Ellen Kendall menedzser, valamint egy vagonnyi turista követik Moon lábnyomait a csúcsra vezető úton. Hölgyeim és uraim, megmutatnák a jegyüket? De közel sem biztos, hogy elérik a csúcsot. Figyelmeztettek a szél miatt. Ha nagyon felerősödik a szél, akkor lehet, hogy meg kell állnunk Rocky völgyben. Már 300 éve szeretnének kényelmesen feljutni az emberek a hegyre. A vonat előtt túráztak, hegyet másztak, vagy szamárral mentek. A Moon által kezdeményezett vasút a hegy lábától indult, majd átkelt egy védett kövesperemen. Az utolsó 1 kilométeren pedig szabadon emelkedett 200 métert a csúcsig. De egy átlagos vonat képtelen lett volna ilyen meredek útvonalon felkapaszkodni. Ebben a lenti állomáson lévő vasúti mérnök Mike Roberts Shaw is biztos. Egy sima vonaton a tapadást a vonat fémkerekei és a fémpálya biztosítja. A mi esetünkben az emelkedő túl meredek, így ezt a tapadást elveszítjük, és a vonat elkezdene visszafelé csúszni. Mobil 5, Snowden 1-nek. Megálltunk Hebronnál. Elfogadhatatlan lett volna, hogy egy ilyen emelkedőn visszacsúszson a vonat. Szerencsére akadt egy lehetséges megoldás, amit már pár éve fejlesztettek ki svájci mérnökök. Az egyetlen megoldás egy fogaskerekű vasút volt. Egy átlagos vonatnál a motor erejét csak a kerekekhez továbbítják. Moon vonatjánál azonban a mozdonyokon van még egy fogaskerék is, amely a sínek között lévő fogassínbe kapaszkodik bele, így biztosítva megfelelő tapadást. Ez egy fogaskerekű szerelvény. Ez itt a fogaskerék. Ezekkel a fogakkal kapaszkodik a sínbe. A pálya dupla fogazott sínnel van ellátva. A mozdonynak két meghajtott tengelye van. A kettő közül valamelyik mindig kapaszkodik a fogazott sínekbe. Ez egyszerű és tökéletes megoldása volt az egykoron lehetetlennek tűnő problémának. De amíg a fogaskerék megbirkózik a meredek emelkedőkkel, addig a hegy klímája is egy fontos tényező. Snowdonon az időjárás mindig gondot okoz. Egész évben, de különösen télen. Most július van, innentől egyre több a felhő, és esni kezd a hőmérséklet. Snowdon egy mobil 5-nek. Igen, az utolsó adatunk 45,1 volt. Ha az időjárás tovább romlik, a vonatnak meg kell állnia a híres hegycsúcs alatt nem sokkal. A felhők és a köd beborította a csúcsot, pont úgy, mint az 1896. április 6-ai megnyitón. Miután sikeresen elérte a csúcsot, az egyes számú mozdony elindult lefelé. Útközben a szerelvény elszabadult, és a vonat kisiklott. Az utasok szerencsére megúszták, de a kisiklott mozdony lezuhant a hegyoldalon. Nem sokkal lejjebb egy túrázó csapat csak annyit látott, hogy egy gőzmozdony zuhan lefelé a felhők közül. Kevéssel az eset után újabb rögzítősínekkel látták el az adott részt, ami szorosan helyben tartotta a vonatot. Most mindenki izgatottan várja, hogy folytathatják-e az útjukat a csúcsra, vagy az időjárás megakadályozza őket ebben.
folytathatják az útjukat a csúcsra. Mobil 5, Snowdon 1-nek. Folytatjuk az utunkat. Jó hírek! A vonatnak azonban először át kell jutnia a legmeredekebb részen. A felső szakasz meredeksége 1:5. Jelenleg az eredeti mozdonyt használjuk, 1896-ból. Ha kinézzünk az ablakon mögöttünk, akkor látjuk, milyen nagy az emelkedő. Elképzelni is nehéz, milyen keményen kell dolgoznia a vízforralónknak, hogy elég nyomást biztosítson a haladáshoz. Ezzel az emelkedővel egy átlagos vízforraló nem bírna megküzdeni. Egy átlagos boiler egy hengerből áll, melyet vízzel töltenek meg. Ezt csövek veszik körül. Ez tökéletesen megfelel síkterepen. Azonban, ha hegyre próbálnánk vele feljutni, a víz helyzetének megváltozása nem kívánatos következményekkel járna. De akkor hogyan háríthatjuk el a veszélyt? Ezt a mozdonyt átalakítjuk egy kicsit. Ez itt a kazán. Mint azt látni lehet, kicsit meg van döntve előre. Ennek köszönhetően, ha a mozdony emelkedőn halad, és a karosszéria valamelyik szögben elmozdul, a kazán akkor is szinten marad. Ez is egy olyan csodás megoldás, ami egy lépéssel közelebb vitte Richard Moont tervei megvalósításához. Mobil 5 Snowdon 1-nek és a csúcsnak elhagytuk az 1:5. Végül sikerül elérni a célt. Hölgyeim és uraim, megérkeztünk a csúcsra, legyenek óvatosak. Elég nagy a szél. Vigyázzanak a lépcsőknél és érezzék jól magukat. Hát itt is vagyunk, július végén a Snowdon csúcsán. Most már láthatjuk, hogy az akkori mérnökök miért akartak a környék legmagasabb hegyére vasutat építeni. Nem csak kihívás volt, hanem így beírhatták magukat a történelembe. Le a kalappal előttük. Egy tiszta napon ellátni innen egészen Angliáig, Skóciáig és Írországig. Richard Moon 19. századi ötlete egy életre szóló élményt adott. De az ekkora hegyek meghódítása rengeteg gonddal jár. Az ilyen emelkedők és szakadékok megnehezítik a vasútépítést az ilyen hegyvidékeken. A világ hihetetlen vasúti mérnöki munkái. Hegyi pályák. Vasutak, melyek hegycsúcsokon és hágókon haladnak át. Extrém problémákat küzdenek le nem mindennapi vidékeken. Látni a felhőket és érezni, ahogy csökken a hőmérséklet. A cél vonattal sokszor elérhetetlennek tűnik. A felfelé haladáshoz tapadás kell. Ha gyalog megyünk, nincs probléma. Akkor se, ha autóval és gumiabroncsokkal megyünk. A vonatok fémkerekei azonban nagyon rosszul tapadnak. Ez okozta a problémát Ausztráliában, a Blue-hegynél is. Ez egy 3500 km hosszú hegyvonulat az ország keleti partján. A 19. században hatalmas természetes falként tornyosult a part menti Sydney és a nyugatra fekvő, nyersanyagokban gazdag Lithgow völgy között. Ez a terület rengeteg kihívást tartogat a vasúti mérnököknek. A vonatok a lapos vidéket szeretik, ez pedig pont az ellenkezője. Ezek a meredek szakadékok és emelkedők szörnyűek egy vonatnak. Az alagutak szóba sem jöhettek, mert túl drágák voltak. Nem volt más választás, építeni kellett egy hegyvidéki vasutat. Íme a hatalmas cikcak.
1869-ben készült el. Egy gyönyörű szerpentin vasút a hegy oldalában. Igazi mérnöki remek munka ez, a vonatrajongó és masinista Lee Wiggins szerint. A cikk-cakk vasút joggal írta be magát a történelem könyvekbe azzal, hogy még mindig tökéletes állapotban van, még mindig járnak rajta vonatok nap mint nap. Egy mérnök, John Witton volt az, aki megálmodta ezt a vasutat a Blue-hegyre. Ezzel az ügyes Z-alakú megoldással elérte, hogy a pálya csak 1 métert emelkedjen 42 méterenként. Így elég tapadást biztosítva az átlagos vonatoknak lefelé és felfelé haladáskor. A vonatoknak sok problémájuk akad az emelkedőkkel. Lehet, hogy el sem tudunk indulni velük emelkedőn. Vagy lehet, hogy nem tudunk lefékezni rajtuk, ha túl meredekek. A szállítmány mennyiségét is nagyban korlátozza. A pálya formájával azonban csak egy problémát oldott meg. Wittonnak arról is gondoskodnia kellett, hogy a vonatok be tudják venni ezeket az éles kanyarokat. Ezt 2 fordulóponttal oldotta meg. Itt vagyunk az egyik fordítópontnál. Általában a vonatok 2 mozdonnyal közlekednek ezen a vonalon. Az egyik elő van, a másik pedig hátul. Amikor felérnek erre az állomásra, akkor a vonat hátulján lévő mozdony veszi át a vezetést, és a vonatot visszafordítjuk az ellenkező irányba. Lehet, hogy egy ilyen vasút megépítése egyszerűnek tűnik, de a Blue-hegyen ez korán sem volt így. Amikor a cikk-cakkot tervezték, a tervezőiket a terepfelmérésekor kosarakban engedték le a sziklák peremén, hogy megvizsgálják a hegyoldalt. Miután elvégezték dolgokat, jöhetett a kőkemény fizikai munka. Egy ilyen hatalmas építkezéshez rengeteg emberre volt szükség ezen a kies tájon. Szerencsére a helynek voltak pozitív adottságai is. Ezt az ülőkét az akkori mérnökök vágták ide a sziklába, mert innen tökéletesen ráláttak az egész építkezésre. Belátták az egész völgyet, és remek képet kaptak róla, hogy hogyan is állnak a munkálatokkal. Összesen 85 ezer tonna sziklát távolítottak el a hegyoldalból, és új peremeket alakítottak ki. Most épp az egyik peremen állunk. Ezt is kézzel alakították ki. Kalapáccsal és fúrókkal lyukakat ütöttek a sziklába, amiket aztán darabjaikra robbantottak. Itt állunk 20 méterrel a sziklafal alatt. Jól látni a vájatot, amit a fúróval csináltak, és aminek az aljába utána belehelyezték a töltetet. Annyira hatalmas munkáról volt szó, hogy 700 embernek nagyjából 3 évébe telt, hogy elkészüljön. Ma ez a csapat szeretné megtapasztalni, hogy milyen nehéz is volt kifúrni a lyukakat a robbanó anyagnak. Jól látható. Milyen nehéz munka volt ez. 15 perc után már rájön az ember, hogy milyen hatalmas munka is volt ez. Nem volt hidraulika. Nem voltak gépek vagy fúró. Csak a jó öreg kétkezi munka. 1896-ban, amikor megnyílt a Sydney-t és a Lithgow völgyet összekötő vasút, rajongtak érte az emberek. Amikor megnyitották az 1860-as években a cikk-cakkot, Sydneyben fellendült a bányászipar, a hegyeknek ezen az oldalán pedig a mezőgazdaság. Ausztrália egyik első olvasztókohóját itt, a Lithgow völgyben nyitották meg. Elmondhatjuk tehát, hogy a cikk-cakk nagy szerepet játszott az itteni ipar fellendítésében. Ma már egy alagúton kelhetünk át a hegyen, és a cikk-cakk csak turista látványosságként üzemel. Ennek ellenére egy kimagasló égköve marad a hegyi vasútvonalaknak. Egy ilyen hatalmas építményt, amit kézzel építettek úgy, hogy közben 250 méteres magasságban lógtak egy kosárban, az tényleg a 19. század egyik mérnöki mesterművének kell, hogy tekintsük.
Biztonságban megmászni ilyen meredek lejtőket tényleg nagy eredmény, de sajnos nem minden vasútvonalnál lehetséges. Meredek lejtők meghódításakor le kell mondanunk néhány dologról. Ez általában a sebesség. Ha tehát egy hegyi vasútnak városokat kell összekötnie, és a sebesség kulcsfontosságú, valahogy találni kell rá módot, hogy vízszintesbe hozzuk a vonatot. Graubünden, délkelet Svájc. Egy táj, amely világhírű. Ilyen hegyvidékes tájon úgy gondolhatnánk, hogy egy vonatnak utat vágni itt szinte lehetetlen. De nagyjából 100 éve valami hihetetlen módon mégis sikerült összekötni ezt a turista és üzleti központot a világgal. A Rétiai vasút. Egy nagyjából 400 kilométeres pálya, amely leküzdi a legextrémebb terepeket is. A legnagyobb problémát a magasság jelenti. A vonalunk egyharmada 1500 méter fölött fekszik. Ezért az emelkedők, az időjárás és a hegyek jelentik itt a legnagyobb kihívást. A holland Willem Jan Holzboer építette a vonal első részét még 1888-ban. Az 50 kilométeres vonal Landquartot kötötte össze Davosszal. Ez volt az első része ennek a mostanra 10 vonalat magában foglaló hihetetlen hálózatnak. Az egyik legtöbb gondot és kihívást az Albula vonal okozta. Valóban nem ez a legjobb táj a vonatoknak. Nem akarok dicsekedni, de szerintem mi vagyunk az egyik legkeményebb vasúti mérnök csoport errefelé. Gilbert Zimmermann dolga, hogy mozgásban tartsa a vonatokat. A legnagyobb problémát a magasság jelenti. A vonalunk egyharmada 1500 méter fölött fekszik. A sima vonatok nagyjából 7%-os emelkedőn boldogulnak, ezért ha a működő vasutat akarnak a mérnökök, át kell fúrniuk magukat a hegyeken. Az eredeti Albula alagút nagyjából 100 éves. A csapatnak ezért építenie kell egy újat, keresztül nagyjából 6 kilométernyi sziklán. Most érünk be a második, azaz az új Albula alagútba. Nagyjából 2 éve kezdtük el a munkálatokat. Most értünk a projekt legnehezebb, legveszélyesebb részéhez. Ezen a részen rengeteg vízelvezető repedés van a sziklákban, amely gondot okoz a csapatnak. A rengeteg víz és a puha szikla miatt esélyes, hogy beomlik az egész. Ne is menjünk bentebb, mert nagyon veszélyes. Ilyen instabil környezetben egy robbantás ki van zárva. A csapatnak a fúrás marad, de előtte meg kell erősíteniük a falakat. Nagy nyomással betont juttattunk a falba, aminek a hatására az stabillá válik. A beton megkötése után is csak 1 métert haladhatnak naponta, hiába vannak hatalmas gépeik. Itt jön a T-Rex! Megnézhetjük, hogyan szedi szét a sziklafalat. A munkálatok megkezdése óta már 1/2 kilométernyi alagutat ástak ki ezzel a lassú módszerrel. Ám nem az egész építkezés ilyen munkaigényes. A csapat 3 részen dolgozik a projekten. Az északi részen a szikla puha, és ezért ásniuk kell. Viszont délen gyorsan haladnak a kemény kőzetnek hála. Ez itt gránit. Nagyon kemény kő. Minden bányász álma, mert nagyon stabil, könnyen megmunkálható. A mai robbantással 4 méternyi alagutat sikerült létrehozniuk.
Összesen 120 lyukat fúrunk robbantásonként. A lyukakba pedig 500 kilónyi robbanóanyagot töltünk. Minden robbantás nagyon izgalmas. Egy ilyen nagy robbantás összehangolt munkát igényel, és eltarthat akár 12 másodpercig is. Ez a vezeték köti össze a kioldót az alagút falában lévő robbanóanyaggal. Ezzel a dróttal indítjuk a robbantást. Az alagút tiszta. Megkaptuk az engedélyt a robbantáshoz. Kezdhetjük. Kezdődhet a robbantás. 3, 2, 1, robbantás! Nem minden nap csinálok ilyet, ezért kicsit izgultam. Ahogy a por leszáll, láthatjuk is az eredményt. Nagyon elégedett vagyok. Szép robbantás volt. Nem maradtak nagy sziklatömbök. Ha a robbantások után egyszer elkészül az Albula alagút, akkor lehetővé teszi, hogy a gyors vonatok nagy sebességgel vízszintesen haladhassanak. Nagyon elégedettek vagyunk. Tökéletes! De nem csak a föld alatti munkák okoznak fejfájást a mérnököknek. Ez a szörnyeteg itt 1500 lóerővel üzemel, lenyűgöző gép. Újabb ötletes megoldásokra van szükség. Vasutak a magasban. Kivételes mérnöki munkák. A természet legzordabb tájait hódítják meg. A cikcak egy igazi mérnöki mestermunka. Egyik vasútnak nehezebb dolga van, mint a másiknak. A Ritian vasút. Európa egyik legnagyobb hegyvidéki hálózata. Behálózza az egész svájci Alpokot. Ma szerencsénk van. Itt ment el a Glacier Express. Az illatok, amiket érzünk, a konyhájából jöttek, ahol az utasoknak főznek. Nem semmi. Legyen szó alagutakról, vagy viaduktokról, ilyen hatalmas hegyeken átkelni igazi mérnöki kihívás. Ez volt a helyzet az alpoki városka Brusio mellett is, amely a Brennina fővonal mentén fekszik. Ma Kördin Cantieni ellenőrzést tart a vonalon. Itt vagyunk a Posihavó völgyben. Ez egy nagyon meredek falu völgy, amit gleccserek alakítottak ki a jégkorszakban. Meredekségük miatt pedig sűrűn előfordulnak földcsuszamlások. Ilyen instabil környezetben fennáll annak a veszélye, hogy sziklák zuhannak a sinekre. 2008. december 14-én nagyjából 40 ezer köbméter szikla hullott a sinekre. Innen látszódik is, hogy honnan szakadt ki a rész, amely később ide zuhant. A katasztrofális omlás több hónapra elzárta a vasúti vonalat. Megoldásra volt szükség. A hegyoldalban, a sinek mellett egy 8 méteres árkot ástak, hogy felfogjanak vele minden lehulló követ. Hogyha ez a gát nem volna itt, akkor az igazán nagy lehullókövek elérhetnék a völgy alját, és eltalálhatnának akár egy házat is. Ez a mérnöki remekmű már helytállt 2013-ban is, amikor megállított egy újabb hatalmas földcsuszamlást. Ma minden jónak tűnik.
Itt láthatjuk a vasúti sínektől jobbra a lehullott sziklákat. Van pár friss kő is közöttük, de semmi olyan, ami gondot okozhatna. Ez az építmény remek megoldás a lezúduló kövekkel szemben. De nem csupán a vasút részeit védi. Brúzió magasan a völgy felett fekszik, egy olyan emelkedő tetején, ahová a vonatok nem képesek feljutni. Hogy leküzdjék ezt a problémát, építhettek volna alagutakat, de már 100 éve is gondoltak a turistákra, és hogy azok látni szeretnék a völgyet. Ezért ki kellett találniuk egy megoldást, amivel a vonat nagyobb utat tud megtenni, így mászva meg a völgy meredek falait. Mivel nagyon kevés helyük volt, ezért lehetetlennek tűnt, hogy feljuttassanak egy vonatot erre a magasságra. Egészen addig, amíg egy mérnöknek nem támadt egy remek ötlete. Ez a brúziói körviadukt. A Brúzió viaduktnak 9 tartó pillére van. A vonat ott érkezik be, és körbehalad az egész építményen. A végén pedig ugyanazon a ponton hagyja el a hidat, csak 20 méterrel magasabban. Így majdnem egy szintbe kerül a vasútállomással a Brúzióban. 140 méteres átmérőjével és remek geometriai kialakításával lehetővé teszi a vonatoknak, hogy könnyedén megmásszák a völgy oldalát. A probléma lehet, hogy bonyolult volt, de a megoldás viszonylag egyszerűre sikerült. Ez az egyetlen vasúti körpálya. Én nagyon szeretem, szerintem nagyon szép építmény. Sokáig állni fog még. Bárhol máshol a világon egy ilyen magas és vad táj minden bizonnyal félelemmel tölteni el a legbátrabb mérnököket is. Képzeljenek el egy sziklás tájat és meredek emelkedőket, amíg csak a szem ellát. Ezek szükségesek egy hegyi vasútvonal létrejöttéhez. De mielőtt ünnepelnénk, próbáljunk végigmenni rajta, amikor beköszönt a tél. Így már teljesen más a helyzet, nem de? A kaliforniai Sierra Nevada hegység. Minden évben nagyjából 20 méter hó hull itt. Első ránézésre ez a legrosszabb hely egy vasútnak. A 19. század végén azonban a Közép-Kaliforniai Vasúttársaság máshogy gondolta ezt. Ez a vasútvonal kötötte volna össze San Franciscót Utah-val a Sierra Nevada-n keresztül. 1869-re a Reno-ig tartó részt már majdnem sikerült befejezni, de még hátra volt egy hatalmas lépés, ezt Chris Potts mutatja be nekünk. Ez a Donner hágó. Ez jelentette az utolsó akadályt a Central Pacific vasútvonalnak, hogy végre összeköthesse Kaliforniát a nyugattal. Az egykori telepes csoport vezetőjéről, George Donnerről elnevezett 2000 méter magas hegy sötét múlttal rendelkezett. 1846-ban egy utazókból álló csoport csapdába esett a hegyen a mély hóban. Miután kifogytak az élelemből, kannibalizmusra kényszerültek. 24 évvel később, a rengeteg hó ellenére a vasúti mérnökök mégis hozzáfogtak az építkezéshez. Theodore D. Judah, a Central Pacific vezetőmérnöke úgy gondolta, az itteni időjárás nem okozhat kihívás vasútjának. Sajnos alábecsülte a természet erejét. Nem sokkal a vasút 1870-es elkészülte után több kilométernyi sínpályát veszítettek el a hó miatt. A régi hóekék a vonat sebességére hagyatkoztak. Egy ék alakú orrész remekül működik, míg a hó túl mély nem lesz és jéggé nem tömörül. Mivel nem volt megfelelő szerkezet, amivel legyőzhették volna a havat, Judah építetett egy 70 km hosszú alagutat a sinek fölé. De a füsttel megtelő építmény csak átmeneti megoldás lehetett.
Végül 1883-ban a kanadai feltaláló Orange Joe rukkolt elő egy remek megoldással. Egy forgó hóekével. Egy igazán leleményes találmánnyal. Igazi szörnyeteg, amit a hó eltakarítására hoztak létre. Ha felbukkan egy igazán nagy hóbucka, akkor ezt alkalmazzák. Bámulatos. Ma a helyzet nem olyan vészes, de egy ilyen szerkezet kipróbálására csak a mai napon nyílt lehetőségünk. Ezt a gépet 1500 lóerő működteti, amit ez a mozdony termel itt mögöttünk. Percek alatt rengeteg hóval tud elbánni. Micsoda mérnöki remek mű. Egyszerűen elképesztő. A többi hóekétől eltérően Joe szerkezete teljesen más mechanikával működött. Úgy működik, mint egy fúrópajzs. Apránként bontja el a jeget, finom porrá őrölve azt, amit utána a centrifugális erő kirepít fölfelé valamelyik irányba. Ez a hóeke képes volt eltakarítani a legmagasabb hófalat is, így forradalmasítva a hegyi vasútakat. Nem elég, hogy ezzel a módszerrel több havat voltak képesek eltakarítani, de biztonságosabb is volt. Nem volt szükség lendületre, mint régen. Így hosszabb távon tudott üzemelni lassabb sebességgel, ami miatt kisebb volt az esélye annak, hogy kisiklik. A bemutatása után a forgó hóeke többször is helytállt a lehető legrosszabb időjárási feltételek mellett. 1952-ben Smart Ridge-nél közel a Dunner-hágóhoz hatalmas hóvihar tört ki. Egy San Franciscói gyorsvonat az 5 méteres hó alatt rekedt 200 utasával együtt. 3 napra és 4 forgó hóekére volt szükség, hogy elérjék a vonatot, megmentve így 2 ember kivételével mindenkit. Since 1870-es bemutatása után a forgó hóeke megküzdött a legnagyobb hóviharokkal. Bebizonyította, hogy ez a legjobb módszer a hó eltakarítására. De a hegyeken nem csak az időjárást kell figyelembe venni. Rengeteg törést láthatunk itt. Megvan az esélye annak, hogy egy kő eltalál egy vonatot. Kivált kép, ha egy lehetetlen vasútat építünk. Vasutak a hegyekben. Hatalmas csúcsokat küzdenek le, hogy milliók élvezhessék a kilátást a világ legszebb helyeiről. Szerették volna, hogy rálássanak az egész völgyre. Igazán gyönyörű. De néhány vasútvonal nem csak a kilátásról szól. Flam, egy elzárt norvég hegyi község. A déli oldalon lévő fjordban elhelyezkedő város az 1900-as évekig egy elzárt helynek számított. Hatalmas fejlődést hozhatott volna, ha sikerül a várost bekötni a 20 kilométerre lévő Bergen vasútvonalba. De a vonal 900 méterrel a város fölött feküdt, ami miatt ez nagyon nehéz feladat volt. Ezt Trine Helle Simenes is így látja. Látni lehet, hogy miért volt olyan nehéz vasutat építeni erre a helyre. Rengeteg repedéssel teli meredek sziklafal vesz körbe minket. A völgy alján pedig ott egy folyó. Ezért a vonatnak szorosan követnie kellett a hegyoldalt. Csak is igazán kiváló mérnökök képesek leküzdeni egy ilyen egyedülálló problémát. A Flam vasút. Európa legmeredekebb vasútvonala.
A hegyoldalon kapaszkodik fel, és köti be Flamot a létfontosságú fő vasúthálózatba. Ez az útvonal teljesen lenyűgözi Seward Buck igazgatót. A Flam vasút az elmúlt 30 évben sokat változott. Most már eljutunk vele egészen Oslóig, vagy Bergenig is. Leginkább turisták használják, évente úgy 1 millió utast szállít. ...1923-ban Ferdinand Bjerket bízták meg a Flam vasút megépítésével. A 20 kilométeres szakasz Sognefjordból Myrdal állomásig hatalmas kihívást jelentett. Nagyon meredekek itt a hegyoldalak. Sok hegyomlás és lavina volt az építkezés során. A sarkköri éghajlat különösen megnehezítette a munkát. Ezeken felül voltak még vízesések és túlnyúló peremek is. Hogy ezeket az akadályokat megkerülje, Bjerke nem kevesebb, mint 20 alagútat épített. 200 alagútásó munkás dolgozott szörnyű körülmények között a hegyek kiválásán. A dédapám is részt vett az alagutak építésében, és szeretett mesélni arról, hogy milyen körülmények között éltek. A legnagyobb munka az alagutak tetejének a kifúrása volt. Így kellett csinálni. Kemény munka volt. Nagyjából egy hónap alatt haladtak 1 métert. Most, hogy a vasút elkészült, Trine tovább viszi a családi hagyományt, és ellenőrként megpróbálja megelőzni azokat a problémákat, amik megállásra kényszerítenék a hegyi vasutat. Ilyen meredek hegyoldalakon nyilvánvaló, hogy néha kőomlás történik. Rengeteg repedés van ezen a magas hegyen, szinte mindennaposak a sziklahullások. Nagy az esélye annak, hogy egy szikla eltalál egy vonatot. Látni lehet, hogy milyen könnyen elmozdulnak ezek a kövek. És ez nem csak a kisebbekre igaz, hanem a nagyobbakra is. A csapat ma talált is egy potenciális veszélyforrást. Amit itt látunk, az egy elég nagy és nehéz sziklatömb, telerepedésekkel. Épp most halad el alattunk egy vonat. Ha egy ekkora szikla lezuhan, az nagyon veszélyes. Szeretnénk, ha ez nem történne meg. Az ilyen repedéseket a fagyékelés nevű jelenség okozza. Ezt a kövekben megfagyó, majd újra felolvadó víz idézi elő, amely idővel megrepeszti a sziklát. Ebbe a sziklába kellene 3 rögzítő csavar. A probléma leküzdésére zseniális megoldást találtak ki. Ez még meglazulhat, ez viszont nagyobb, egyet értesz? Ezt a kőzethorgonyzás nevű 1800-as években kifejlesztett módszerrel oldják meg. Emel most nézi át a sziklát, hogy milyen állapotban van, és hogy hány csavart fúrjunk bele. 3 és 4 méter mélyre fog csavarokat befúrni a sziklába. Így fogadjuk oda a stabil részhez. Miután megvan a lyuk, benyomjuk ezt a ragasztót. Először be kell kevernünk a fúróval, utána várunk kicsit, és a végén szuperül odaragad. Röviden ez az a technika, amivel rögzítjük a sziklákat a hegyoldalhoz. Mivel több kilométernyi pálya fekszik alattuk, ez a megelőző munka létfontosságú. Hogy haladtok, srácok? Minden szuper? Remek. Nagyon fontos munka. Ha a vasút vagy valami megsérül, vagy egy szikla eltorlaszolja az utat, akkor fennakadást okoz a közlekedésben. A gyönyörű táj, amit annó meg akartak hódítani a vonattal, mára már teljesen befogadta azt.
A Flem vasút az elmúlt 30 évben sokat változott. Most már eljutunk vele egészen Oslóig vagy Bergenig is. Leginkább turisták használják, évente úgy 1 millió utas szállít. A szállítás vasúton így lehetségessé vált a Myrdal csúcsára. Olyan siker ez, amit egyszer régen lehetetlen vállalkozásnak gondoltak. Ma reggel nagyjából 50 percbe telt feljutni a Myrdalra. Régen ez egy vagy akár két napos utat is jelentett. Flamból fel a hegyekre. Hála a lehetetlent nem ismerő vasúti mérnököknek. El se tudom képzelni, hogy 100 éve ide állt valaki, végignézett a völgyön, és azt mondta, hogy építsünk ide egy vasutat. Bámulatos! Ez a világ egyik leglenyűgözőbb vasúthálózata, és én itt dolgozhatok. Fantasztikus! Büszke vagyok! A vonat feltalálása óta a hegyek jelentik a legnagyobb kihívást. A hihetetlen megoldásokkal... Ez az eke képes hatalmas mennyiségű havat eltakarítani. Micsoda gépezet! A mérnökök új magasságokba juthattak el. Az emberek, akik megpróbálták megépíteni, hatalmas kockázatot vállaltak. Az ilyen hegyi vasútvonalak megérdemlik, hogy csodálják őket. Létrehozva így a világ leglenyűgözőbb vasútjait. A történelem során a vasútnak fontos szerepe volt a civilizáció határainak kitolásában. Narrátor Szatmári Attila, magyar szöveg Mihályi Dávid, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Szabó Péter, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Vági Tibor. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Kerényi Kata.